Na hát, sziasztok, és üdvözlöm benneteket újra a csatornámon, egy őszi videót hozok most nektek végre. Igyekszem egyébként hangulatosra készíteni, mint ugye az elmúlt években csináltam, viszont az az igazság, hogy elég kapkodós és rohanós ez a pár nap most. Szerintem legutóbb is ugyanezt mondtam, de igen, ilyenkor ősszel, hát október végén, november elején nagyon beindulnak a dolgok. Munkatéren is, meg most nagyon-nagyon sokat utaztam is, lehet, hogy láttátok, hogyha követtek Instán, de azért nem szerettem volna, hogyha kimarad ez az őszi, megszokott őszi kis videónk, amit ugye nagyon-nagyon szeretek készíteni, és amit láttam, nagyon-nagyon szeretitek ti is nézni. Egy nagyon szuper programmal indítunk egyébként, ugyanis apával kinézünk egy közeli faluba, ahol láttam nagyon szuper tököket, egy háznál végül is, és szeretnék vásárolni itthonra is, illetve este barátokkal csinálunk egy ilyen, hát őszváró, hát annyira nem váró ez már, egy őszi Halloween-i, szerintem igen, tökös estét, vagy összeröpfenést, és akkor ahhoz is szeretnék venni még pár tököt, amit majd így ki fogunk dekorálni közösen. Úgyhogy igen, izgalmas nap elé nézünk, indulok is, mert még a városban is van egy-két dolog, amit el kell intéznem, de a kamerát viszem magammal. Mit szóltok a rózsáinkhoz? Szerintem az utolsó szüret volt ez most, de nagyon szép a színe szerintem, és nagyon passzol a kis őszi tematikánkhoz, úgyhogy még egy utolsó csokrot behoztam tegnap a kertbe, szerintem nagyon szép. Elindultunk a tökökért! Szia, apa! Szevasz! Elől anya, meg Ági mama, és tök vásár lesz. De cukik, nézzétek! Milyen sok van. Mezőfényen vagyunk egyébként, és vannak már ilyen festettek is, meg simák is, gyönyörűek. Nekem ezek tetszenek a legjobban, ez a pici mami, ebből nagyon sokat szeretnék. Nagyon sokat, az túlzás. Az nagyon-nagyon jó. Szedegessük, amit szeretnék. Mindjárt, csak még gyorsan levideózom. Jó, de cuki! Na, megvannak a tökök. Hú, de boldog vagyok, annyira jó hely volt ez, komolyan. És most egy kis szüret következik, mutatjuk, hogy miről is van szó. Szőlő? Komolyan? Szüretelünk? Hát igen. Erről már szerintem volt videó tavaly is, mutattam már nektek, hogy milyen szép pampák nőnek apáik előtt. És most eljött az ideje, hogy leszedjük őket, úgyhogy hoztál valamit? Nem. Csak simán ki kell őket. Igen? Milyen szerszámok vannak? Most ugye egy nagy szerszám. De egyébként, ha így kihúzzuk őket, akkor is kijönnek elvileg. Na, de megmutatom nektek, hogy hogy is működik. Na hát erről volna szó, kérem szépen, óriási. Tehát én nem tudom, hogy hány méteres, de nagyobb, mint én. Tehát bőven 2 méter felett vannak ezek a pampák, és mindenki csodálja őket tényleg. Emberek megállnak a ház előtt, kérdezősködnek. Egyébként Debrecenből vették őket, pici bokrok voltak, talán azt sem tudták, hogy mi lesz belőle anyáék, csak jól nézett ki, és ez lett belőle. 4 ilyen nagy bokrunk van egyébként a ház előtt, és minden évben leszedjük őket persze. Na hát behoztam most egy párat ide az udvarunkra is. Igazából sajnos nincs időm egy nagyon komplex és nagyon szép összetett dekort készíteni, őszi dekort most ide. Úgyhogy csak ezt a pár kis tököt fogom valahogy szépen ide rakosgatni. Mondjuk 1-2 ilyen kis virágot még vehetnék. Na mindegy. Szóval egy rögtönzött minimális dekort csinálok gyorsan, ha már itt vannak ezek a szép tökök. De igen, túl nagy dologra nincsen időm. Mi lett? Kicsit talán tömött. Lulus! Jézusom! Szóval kicsit talán tömött és tökben gazdag, de szerintem szép egyébként. Hát megőrülök.
A perccel megőrülök! Második kávé végre, már nagyon kell. Közben nézzétek meg, milyen szépen kelnek a kis kenyerek, pedig egyébként annyira nincs is meleg. Jó hőmérséklet ebben a konyhában, sőt, igazából azt kell, hogy mondjam, hogy hideg van, a leghidegebb helyiség talán a házban a konyhánk. Na de, ahhoz képest ez itt nagyon jól alakul. De cuki ez a bubi. Nem sokára be is fogom őket szerintem gyúrni, viszont előtte mutatok nektek egy színszélyes rendelést. Tudom, hogy a blogban ez nem vevődik észre feltétlenül, de rohanás a nap. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok dolog rám van gyűlve. Azt lehet nem is mondtam még itt YouTube-on, de jövő héten egyébként utazunk el csütörtökön, már csütörtökön, és közben pedig kedszerdán Debrecenben vagyunk. Egy munka miatt, igazából munka is, és más dolgom is van, orvosi időpontok, stb. Szóval igen, addig mindent el kell intéznem, és mindent le kell adnom, és még majd az utazásunkra, nyaralásunkra is viszek magammal egy kis munkát. Szóval azért van most ez a rohanás össze-vissza, és folyamatosan azon veszem magam észre. Tudom, hogy ez így nagyon sokan ilyen influencer munkáról nem gondolják azt, hogy tud megterhelő is lenni, de tényleg szerződések vannak, határidők vannak, és konkrét leadandó produktumok vannak, vagy hát értitek, anyagok vannak, és amikor ez így tudod, hogy rágyűlt, és nem nagyon van idő rá, igazából az a problémám, hogy tényleg nem lesz idő mindent befejezni, és nagyon gondterhelt vagyok emiatt, és folyamatosan e körül jár a fejem, hogy akkor most mit, mikor, hogy kéne beosztani, mikor fogom tudni megszerkeszteni, mikor fogom tudni leadni. Igen, úgyhogy ha egy kicsit gondterheltnek tűnök, akkor ez emiatt van, ne haragudjatok, de most tényleg nagyon összegyűlt minden. Megpróbálom egyébként összehozni, megpróbálom kihozni mindenből a maximumot, és igazából, ha stresszelem magam rajta, és eszem magam rajta, akkor sem lesz hamarabb meg semmi, sőt, inkább csak később. Na jó, megiszom most ezt a kávémat, és megnézem a színszélrendelésemet, bemutatom nektek is. Igen. Azok egyébként unboxingra váró csomagok, mármint, hogy majd Instastory-ban fogom őket nektek megmutatni. Na de lássuk ezt. Kéne egy olló. A legcukibb dolog már itt is van. Nézzétek! Ez Zsuzsinál láttam, és annyira aranyos, és nem volt szerintem ahhoz képest drága. Aha. Júj, de szép! Ez is. És ez is. Na hát, aki nem szereti túl korán nézni a karácsonyi dolgokat, azoktól elnézést kérek, de az a helyzet, hogy nagyon-nagyon hamar kifogynak ezek a cuccok a színszély oldalán, és Zsuzsinál láttam, nagyon megtetszett a baba. Júj, fel fog borulni. A baba, a rénszarvas. Ezért én is megrendeltem, és képzeljétek, ahogy tettem, pakoltam bele a kosárba a cuccokat, úgy fogytak el. Szóval nagyon durva, mindenki lecsap rájuk. Rendeltem egy ilyen kis tálcát, szerintem ez nagyon cuki lesz így kávénak is, de egyébként nem tudom, másféle termékeknek is a befotózására például. Ugye vágódeszka, abból sosem elég, illetve rendeltem ilyet, van itthon már nekünk egy. Nagyon-nagyon sokat használjuk, és úgy érzem, hogy szükségünk volt még utánpótlásra, mert van, amikor ugye pont a mosógépben van, stb., és akkor jó lenne, ha lenne Luizi mindjárt. Folyamatosan játszani akar ez a kutya. Na és akkor ugye őt rendeltem még, illetve ezt a kis dekorelemet. Szerintem nagyon cuki minden. Imádom. Luizikám, nem lehetsz ilyen kis aktív. Mindjárt menjünk sétálni, mama. Mindjárt menjünk sétálni.
Na hát elindultunk a halloweeni partira, vagy mire, és fel vagyok szerelkezve mindennel. Itt láthatjátok, készültem egy picit azért kiegészítővel is, rohanásban. Hát megvan minden, remélem a B-list is hoztam, mert kérték a lányok. És vettem még pár kiegészítőt így Pesten erre a bulira, még mikor ott voltam ugye. És azokat is elhoztam, és azokat is felrakjuk, és aztán szerintem tököt nem faragni fogunk, hanem festeni elvileg. Instán láttunk egy nagyon magány kis videót, úgyhogy azt akarjuk majd most megcsinálni. Remélem, ha jól fog sikerülni, de amúgy meg, ha nem, akkor is jó lesz. Igazából ez a lényeg, hogy időt töltünk együtt. Na megérkeztünk, nézzétek, milyen szuper dekor várt itt minket. Bettina kitett magáért. Ez lett az eredmény, de szép az összes. De jó! Jó reggelt, sziasztok! Ma már vasárnap van. Csináltam magamnak egy kávét. Ezt pedig képzeljétek, tegnap kaptam Bettitől, mert azt mondta, hogy neki nem ízlik annyira, úgyhogy nyugodtan hozzam el, és hát én el is hoztam. Nagyon tetszik a kis dizájnja, és annyira jól néz ki itt a kávé stációban. Tettem is már picit a kávémba, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz tőle az íze. Szerintem nem is kell már bele így cukor, mert biztos, hogy elég édes. Még kell bele egy kicsi, és nem édes. Megittem a kávémat, most pedig süssünk kenyeret. Ugye tegnap láthatátok, hogy begyúrtam kettőt. Az egyiket azt normálisan fogom kisütni, a másikat viszont ilyen tök formájúra. Hogyha követtek Instán, akkor már láthatátok, hogy próbálkoztam bele, és szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Igazából csak megadja a hangulatot. Szerintem nagyon szép a végeredmény, úgyhogy itt is meg szerettem volna nektek mutatni, úgyhogy az lesz a következő programunk így gyorsan, ebéd előtt, és aztán jön a finom húsleves, rántott hús, alig várom. Egyébként a szemöldököm most így feltűnik, ahogy nézem magam a kamerában, hogy nagyon durván intenzív. Ez azért van, szeretném itt is elmondani, mert voltam korrekción múlt héten, és ilyenkor nagyon erős, tehát ez teljesen normális, viszont amikor majd leesik a var, akkor lesz majd a végleges állapota. Úgyhogy igen, alig várom már, hogy lássam, milyen lesz. Most picit, mint láthatjátok, durva a helyzet, de ígérem, jó lesz. És Hollós Dóri még mindig a legjobb. Azt tudni, nagyon-nagyon elégedett vagyok, tényleg nagyon szépek szerintem. De mondom, ez nem a végleges állapot. Most picit szörnyelás, de jó lesz. Na, álljunk is neki, már melegszik a sütő. Hát ilyen lett, kérem szépen, szerintem cuki, bár talán most lett a legkevésbé szimmetrikus, így a három próbálkozás közül, de igazából tökéletes így is. Próbáljátok ki, ha van kedvetek, és ugye van otthon kovászatok, ha nincs, akkor is próbáljátok ki. Ez szerintem nagyon cuki és hangulatos az a kis többformájú kenyér, és persze nagyon-nagyon finom is. Hát nagyjából ennyi lett volna szerintem már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Lehet, nem volt annyira nagyon-nagyon őszi és nagyon-nagyon hangulatos, de hát most ez van, úgyhogy igen. Mármint, hogy ilyen napok voltak, úgyhogy ez van benne a vlogban is, de szerintem az utazásunk után még bőven ősz lesz, úgyhogy várható hasonló tartalom, úgy gondolom, és igyekszem egyébként, nem kiabálom el, de szeretnék egyébként a nyaralásunkon is egy napot legalább vlogolni, úgyhogy lehet, hogy az lesz a következő videó. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a mait, és találkozunk legközelebb. Sok puszi!